A kínai sarkvidéknek becézett városban felépítették a télapó faluját, emellett jégszobrok és fellépők várják azokat, akik egy kis karácsonyi hangulatot szeretnének átélni. Fotózkodhatnak a télapóval, vagy akár egy jégkunyhóba is beülhetnek azok, akik a legészakabbra fekvő kínai város Mohe közelébe látogatnak. Itt épült fel az a téli élménypark, ahol jégszobrok, karácsonyi posta és a télapó híres finnországi falujának másolata is megtalálható. A Mikulás pedig egyenesen Finnországból költözött ide. Gyerekkori álmom vált valóra. Olyan, mintha már karácsony lenne, és láttuk a saját télapónkat a falujában. Amikor régen a télapóról beszéltünk, akkor a könyvekből ismertük, és tudtuk róla, hogy ajándékokat hoz. És a bevásárlóközpontokban is lehetett találkozni velük. De most a virtuális világból egy valódi mesébe csöppentünk. Megérte ide utazni ezért, mondta ez a turista. Mohe város arról híres, hogy a 60-as években -52,3 Celsius fokot mértek itt, így sokan a kínai sarkvidéknek nevezik. Én az ország déli részéből jövök, még soha nem éltem át ilyen hideget. Mohe Kína legészakabbra fekvő városa, és azért jöttem ide, hogy átéljem a téli hideget, és hogy lássak havat. Sajnálom, hogy nem láttam hóesést, hanem csak hideg van, mondta ez a látogató. Sok turista élt a hideg idő adta fotózási lehetőséggel, ahogy forró vizet a levegőbe öntve hirtelen látványosan megfagy.